Jó estét kívánok! Önök a híros híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órakor. Nézzük a mai nap főbb híreit röviden. Március 1-ig maradnak a jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások. Több mint 20 ezer kilométer teljesítettek a Neumann János Egyetem hallgatói az intézmény őszi sport kihívásán. Ideiglenesen konténerpostát állítanak fel Kadafalván. Március 1-ig maradnak a jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások. A csütörtöki kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely kancellária miniszter, hogy a járványügyi adatokat figyelembe véve döntött a kormány a határidő meghosszabbításáról. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki online kormányinfón azt mondta, az országgyűlést kérni fogják, hogy a különleges jogrendet hosszabbítsa meg, mert a kormány ezt csak 15 napra tudja meghosszabbítani saját hatáskörében. A jelenlegi szabályokat ezzel párhuzamosan március 1-ig további egy hónappal hosszabbítják meg. A kancellária miniszter többször hangsúlyozta, két esetben van esély enyhítésre, ha a járvány terjedése tovább enyhül, vagyis csökken az aktív fertőzöttek száma, illetve ha kellő számban áll rendelkezésre vakcina. Gulyás Gergely elmondása szerint a vendéglátóhelyek részleges nyitása is akkor lehetséges csak, ha ezt a járványhelyzet indokoltá teszi. Azt is leszögezte, hogy amikor lazítás lesz, elsőként a vendéglátóhelyek fognak kinyitni. Az is elhangzott, hogy a Magyar Falu Program keretében további 45 milliárd forintot fordít a kormány a kisboltok támogatására. Szeretnék, ha ezek a szolgáltatások mindenütt elérhetőek lennének. A kormány a lehető legtöbb vakcinát akarja megszerezni. A Pfizer vakcinából eddig világszerte 27 milliót szállítottak ki, ennek majdnem fele az Egyesült Államokba ment. Az EU-ba összesen 8,5 millió vakcina érkezett a Pfizer-től. Minden olyan oltóanyag beszerzését megvizsgálják, amelyből legalább 1 millió adagot már beadtak. A közfoglalkoztatási bérekről is döntött a kormány. Eszerint 85 ezer és 110 ezer forintra nő a közfoglalkoztatási bér és a garantált közfoglalkoztatási bér. Több mint 20 ezer kilométert teljesítettek a Neumann János Egyetem hallgatói az intézmény őszi sport kihívásán. A legjobb eredményeket elért fiatalok ma délután kapták meg nyereményeiket, amelyek között két kerékpár és számos sporteszköz volt. Elmés megoldást talált ki a Neumann János Egyetem az őszi fél évben arra, hogy az internetes oktatás időszakában is megmozgassa hallgatóit. Sportkihívást hirdetett, amelynek teljesítésével a fiatalok jegyet szerezhettek testnevelésből, a legjobb eredményeket pedig értékes jutalmakkal díjazta az intézmény. Két kerékpárt és számos sporteszközt adtak át a legsikeresebb versenyzőknek ma délután az egyetem sportcsarnokában. Több mint 20 ezer kilométert teljesítettek a Neumann János Egyetem hallgatói a fél év során. Ez azt jelenti, hogy itt az őszi fél év során megközelítőleg a bolygó kerületének a felét megtették különböző eszközökkel, különböző módszerekkel. A kihíváson résztvevők futva és kerékpározva teljesíthették a kilométereket. Az eredményeket mobil alkalmazáson keresztül küldték be a hallgatók. A fél év során bármikor lehetett csatlakozni a versenyhez. Nagyon nagy sikernek éljük meg igazából mindezt az egész kihívást, hiszen 260 hallgató fölött, pontosan 263 hallgató vett részt ezen a kihíváson, és ugye ő általuk ugye folyamatosan hétről hétre bemutattuk azt, hogy az egyes teljesített távokkal meddig jutottak volna el, hogyha a képzeletben elképzeljük magunkat a térképen. A sportkihívás teljesítése mellett máshogy is megszerezhették testnevelésjegyüket a hallgatók. A versenysportolók például a pulzusórájuk képernyőmásolatát is beküldhették, de elméleti vizsgát is lehetett tenni a tantárgyhoz tartozó szakmai anyagból. Járdi Ádám azt is elárulta az eredményhirdetésen, hogy a kihívás a jövő fél évben is folytatódik. Ehhez pedig már nem csak a hallgatók, de a tanárok is csatlakozhatnak. A témáról ma este a kiemelőben beszélgettünk a sportközpont vezetőjével. A díjazottak névsorát pedig online hírportálunkon, a híres.hu-n találják meg. Ideiglenes konténerpostát állítanak fel Kadafalván. A megszűnő postai szolgáltatás helyettesítéséről Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester számolt be Facebook oldalán. A végleges hely kialakításáig a templom kertjében intézhetik ügyeiket a lakosok.
Bár a régi helyen megszűnik a postai szolgáltatás Kadafalván, a tervek szerint konténerpostát állítanak fel a templom kertjében addig, amíg megtalálják a végleges helyet. Erről Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester számolt be Facebook oldalán. A Magyar Posta még 2020 év végén jelentette be, hogy a Kadafalva Boróka utca 43 szám alatti üzlet tulajdonosa felmondta postapont üzemeltetési szerződését 2021. január 30-ai hatállyal. Már akkor elindult az új helyszín keresése, hogy a kadafalviak részére továbbra is helyben biztosított legyen a postai szolgáltatás. Az alpolgármester és kollégái az elmúlt hetekben kiemelten foglalkoztak az üggyel. Ugyan ez nem önkormányzati feladat, azonban egy fejlődő városrészről lévén szó fontos számunkra, hogy ne maradjanak szolgáltatás nélkül, írta Szeberényi Gyula Tamás a bejegyzésben. Számos üzlet és ingatlan tulajdonossal, fejlesztővel tárgyaltak, műszaki és jogi szemmel is vizsgálták a lehetséges helyszíneket, jelenleg két irányban tárgyalnak. A végleges helyszín meghatározásáig átmenetileg konténerpostát állítanak fel a templom kertjében, ehhez jelenleg a műszaki felmérések zajlanak. Az új postai helyszín telepítéséig az Osan áruházban működő postát használhatják a kadafalviak. Csalók az MVM Next, korábbi nevén NKM Energia ZRT nevében a gáz- vagy villanyszámlára hivatkozva félrevezető e-maileket küldenek, és így próbálnak személyes adatokhoz jutni az internet felhasználóktól, figyelmeztet az MVM Next Energia Kereskedelmi ZRT honlapján. Arra kérik az ügyfeleket, hogy figyelmesen olvassák el a kapott e-maileket, és ha az abban szereplő adatok nem pontosak, vagy a levél helyesírási hibákat tartalmaz, illetve ha magyartalan, online programmal fordított mondatokat találnak benne, ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Mindig érdemes ellenőrizni a hivatkozás címét is, amire a levélben küldött linkek mutatnak. Fontos a megjelenített cím mögötti valós e-mail cím, ami egyes levelező rendszerekben a kurzor odaillesztésére jelenik meg. Fontos, hogy bizalmas adatokat, például jelszavakat, személyes adatokat, banki azonosítót a szolgáltató soha nem kér e-mailben. Az MVM e-számláját minden esetben PDF formátumban csatolják a számlaértesítő üzenethez, ami szintén egy jó ellenőrzési forma. Aki arra gyanakszik, hogy adathalász támadás célpontjává vált, kérik, továbbítsa az adathalász@mvm.hu e-mail címre az MVM vagy az NKM nevében érkező gyanús e-mailt az esetleges csatolt számlával együtt. A jótékony kezdeményezésekre mindig is nagy hangsúlyt helyeztek Izsákon, melyek listája évről évre folyamatosan bővül. Ma a helyiek összefogásával több mint 70 ételt osztottak ki a rászorulóknak, de nemrég kihelyeztek egy enniadok dobozt és két kupakgyűjtő szívet is. Kupakgyűjtő szívek, enniadok doboz, ételosztás. Ez a három karitatív kezdeményezés az elmúlt időszak eredménye, de Izsákon mindig is nagy hangsúlyt fektettek a jótékonykodásra. Ma például 75 adag meleg ételt osztottak ki rászorulóknak, de nemrég kihelyezték az úgynevezett enniadok dobozt is, amely szintén a rászorulókon segít. A doboz lényege ugyanis, hogy valamilyen élelmiszer lapuljon benne, amit bárki beletehet. Ezt önkéntesek ellenőrzik és takarítják napi rendszerességgel. A karitatív kezdeményezések listáján a novemberben kihelyezett kupakgyűjtő szívek is szerepelnek, melyek a jótékonyság mellett a környezetvédelmet is szolgálják. A témával bővebben Kiemelő című magazin műsorunkban foglalkozunk a híradót követően. Dr. Svébis Mihály, a Bács-Kiskun megyei oktatókórház főigazgatója látogatott el ma délelőtt a Karol Vojtila barátságközpontba, ahol találkozott a rászorulókkal, majd kiosztotta az általa szponzorált ebédet. Az őzgulyás után mákos vagy diós tészta közül választhattak a lakók. Farkas P. József, a Vojtila Barátságközpont igazgatója köszöntötte a főigazgatót, és átadta neki a Vojtila 15 című könyvet. A kórházigazgató kiemelte a koronavírus elleni vakcina fontosságát, és elmondta, hogy már több mint 6000 embert oltottak be Bács-Kiskun megyében, és e hétvégén további 4000 ember fogja megkapni a védettséget jelentő vakcinát a szociális otthonokban. A kórházigazgató személyesen is részt vett az ízletes ebédek kiosztásában. Az erdő, a természet mindig nyitva van. Kifogások helyett mozogjunk minél többet, erősítsük immunrendszerünket a testi-lelki egészségünk megtartása érdekében. Mozgásra fel!
Erre hívja fel a figyelmet a Sportprevenció és Tudatformálás elnevezésű projekt legújabb aktivitása, melyet ezen a hétvégén rendeznek meg a Kecskeméti Arborétumban és környékén. A Röpke Kecskeméti Röplabda Sportegyesület még 2019-ben indította el három megyére kiterjedő prevenciós célú egészségfejlesztési projektjét. A koronavírus miatt bevezetett korlátozó intézkedések azonban terveiket felülírták. A hagyományos értelemben vett sportesemények és csoportos foglalkozások elmaradnak, de a szakemberek így is megtalálják annak a módját, hogy megmozgassák a lakosságot. Az online érzékenyítés és bevonás módszereit alkalmazva szeretnék rávenni a felnőtt lakosságot a rendszeres mozgásra. Mottójuk az egészséges életmód bárki számára elérhető, elsajátítható, csak a lehetőségeket kell észrevenni és megragadni. A Sportprevenció és Tudatformálás elnevezésű program mellé állt Boronkai Péter, kétszeres világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, magyar paratriatlonista. Nagyon sok országban nem lehet kimenni, itt a természet nyitva van, az erdő nyitva van, az arborétum nyitva van, és hát használjuk ki ezt a lehetőséget, hogy mi kimehetünk, mi használhatjuk a természet adta lehetőségeket, és a mozgásra mindig kell, hogy szánjunk időt. A projekt legközelebbi, egyénileg teljesíthető, szabadban gyakorolható mozgásformákra buzdító programját január 30-án szombaton reggel 6-tól este 7:30-ig, valamint 31-én vasárnap reggel 10 és délután 2 óra között tartják. A programokkal a fiatalabb generációt is szeretnék rávenni a rendszeres mozgásra, így a kezdeményezés mellé állt a gimnazista Palkovics István, mezei futóvilágbajnok is. Nagyon fontos elkezdeni minél fiatalabban a sportolást. Nem azt mondom, hogy versenyszerűen kell sportolni, de egy fit és egészséges életmód az mindenkinek csak jót tesz. Az egyéni vagy családos kirándulással, kerékpározással vagy akár futással bárki a jó ügy mellé állhat. Ezzel ugyanis felhívhatják a figyelmet arra, hogy a sportra a kialakult helyzetben még inkább nagyobb szükség van, mint fizikálisan, mint pedig mentálisan, mint eddig bármikor. Az 1700-as évek elejétől vannak arra adatok, hogy Kecskemét környékén vadászatok zajlottak. A Bács-Kiskun megyei levéltárban őrzött korabeli iratokból ezek részletei is kiderülnek. Az élményekről többek között Katona József vadásznaplójából tudhatunk meg részleteket. A pénteki Hírös Históriák magazinunk a város határában és pusztáin történt vadászattal is foglalkozik. A Magyar Nemzeti Levéltár Bács-Kiskun megyei levéltárában sok adat megtalálható a helyi vadászatokról. A korabeli iratokból kiderül, hogy az egykori földesurak vadászatára mennyit fordított a város, hogyan alakult meg a vadásztársaság, és hogyan büntették meg az orvvadászokat. A vadászat élményeiről azonban nem a levéltárban találunk adatokat, hanem olyan vadásznaplókban, vagy visszaemlékezésekben, mint például Katona Józsefnek a vadásznaplója, aki a 1824-től 29-ig működött vadásztársaságnak volt a nótáriusa, jegyzője. Katona József humoros formában jegyezte le, hogy mennyi vadat és hogyan ejtettek el a város elöljárói, birtokosai. Gömöri Frigyes pedig a vadászatok típusáról és arról is írt, hogy ezek melyik területeken zajlottak. Kecskemét az 1850-es években 4 vadászterületet alakított ki. Általában a tölgyes erdők voltak azok, amelyekre inkább jellemző volt, ahol vadásztak inkább, bár Bugacon a rétekeni. Tehát az első kerület volt ez Ballószög, a második kerületben volt a Kisnyír, Nagynyír, Talpája, a harmadik és Szent Király, a harmadikban Kohári Szentlőrin, és a negyedik pedig Bugac-Bugac Monostor területe. Többek között az akkori vadásztársaság működéséről, a vadászterületek bővüléséről és a vadállománnyal kapcsolatos érdekes információkról is bővebb beszámolót láthatnak az idei első Hírös Históriák magazinunk pénteki adásában. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Március 1-ig maradnak a jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások. A csütörtöki kormányinfon jelentette be Gulyás Gergely kancellária miniszter, hogy a járványügyi adatokat figyelembe véve döntött a kormány a határidő meghosszabbításáról. Több mint 20.000 kilométer teljesítettek a Neumann János Egyetem hallgatói az intézmény őszi sportkihívásán.
A legjobb eredményeket elért fiatalok ma délután kapták meg nyereményeiket. Ideiglenesen konténerpostát állítanak fel Kadafalván. A megszűnő postai szolgáltatás helyettesítéséről Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester számolt be Facebook oldalán. A végleges hely kialakításáig a templom kertjében intézhetik ügyeiket a lakosok. Csalók az MVM Next nevében a gáz- vagy villanyszámlára hivatkozva félrevezető e-maileket küldenek, és így próbálnak személyes adatokhoz jutni az internet használóktól. Önök a Hírös Híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Járdi Ádám, a Naima János Egyetem sportközpontjának vezetője, és Káplár Nikol egyetemi hallgató, az egyik díjazott, akikkel az őszi sportkihívás mai napon tartott eredményhirdetéséről beszélgetünk, és arról, hogy az intézmény miként tudja mozgásra sarkalni a hallgatókat a mostani helyzetben. Végül pedig az Izsákon zajló jótékony kezdeményezésekről számolunk be. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híros.hu. A Hírös Híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 8 óra 30 perckor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Pénteken nagy rész borongós időre számíthatunk, csupán átmeneti elvékonyodások lehetnek a felhőtakaróban. Esős időre kell számítani, a szél helyenként megerősödik, hajnalban 0 fokot, napközben pedig plusz 7 fokot mérhetünk majd. Szombaton csökken a felhőzet, hajnalban lehetnek ködfoltok. Az ország nagy részén hosszabb, rövidebb napos periódusokra is számítani lehet, de délutántól estétől ismét egyre több helyen megvastagszik a felhőzet. A szél néhol megerősödik, hajnalban még csapadékra kell számítani. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában plusz 2 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. Vasárnap eleinte jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd délután csökken a felhőzet. Több helyen is előfordulhat csapadék, a szél sok felé megerősödik, a minimum hőmérséklet plusz 2 fok, a maximum hőmérséklet pedig plusz 4 fok lesz. Száznyolcvan éve, 1841. január 28-án született Újházi Ede színész, jellemkomikus, a realista színjátszás egyik úttörője. Szülei akarata ellenére 1864-ben, mint kardalos, beállt Szigeti Imre társulatába, ahol 1866 teléig játszott, majd Fehérvári Antalhoz szerződött. Később Latabár Endre hívta át Kassára, míg 1870 áprilisától 1914 januárjáig, nyugdíjba meneteléig a Nemzeti Színházban játszott. Az ország szinte minden színházában, szinte minden szerepkört kipróbált, még operetben és balettben is szerepelt. Páratlan volt színészi eszközismerete, mesterségbeli tudása. Kiapadhatatlan komikusi vénája a tragikus és komikus elemeket ötvöző vígjátékokban tette legsikeresebbé. A Kecskeméti Teátrum 3 napig tartó megnyitó ünnepség sorozatának első előadásán 1896. október 14-én is fellépett. Tiborc szerepében láthatta
őt a nagy érdemű. Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Járdi Ádám, a Naima János Egyetem sportközpontjának vezetője, és Káplár Nikol egyetemi hallgató, az egyik díjazott, akikkel az őszi sportkihívás mai napon tartott eredményhirdetéséről beszélgetünk, és arról, hogy az intézmény miként tudja mozgásra sarkalni a hallgatókat a járványhelyzet által előidézett távoktatásban. Végül pedig az Izsákon zajló jótékony kezdeményezésekről számolunk be. Már is kezdünk! A mai napon tartották meg a Naima János Egyetem őszi sportkihívásának eredményhirdetését. Vendégünk Járdi Ádám sportközpontvezető és a kerékpár kategóriában első helyet elért Káplár Nikol egyetemi hallgató, akikkel a kihívásról és arról is beszélgetünk, hogy az intézmény miként tudja mozgásra sarkalni a hallgatókat a járványhelyzet által előidézett távoktatásban. Jó estét kívánok, köszöntelek benneteket, szeretettel! Jó estét kívánok! Elsőként akkor hozzád fordulnék, Ádám, és arról kérdeznélek, hogy mi a lényege ennek a sportkihívásnak, amit kitaláltatok. Igazából az elsődleges célunk az volt, hogy a tavaszi fél év során ugye már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor félbeszakad az oktatás, és az őszi fél év során mindenféleképpen szerettünk volna már előre fölkészülni arra, hogy minden esetőségre meglegyen egy alternatív vagy opció. Amikor ezt kidolgoztuk, akkor még nem tudtuk, hogy fél év során maga ez a hibrid oktatás, ami elindult, az hogyan is fog fél év során átalakulni. És pont ebből kifolyólag megadtuk annak a lehetőségét a hallgatóink számára, hogy mindenki a saját élethelyzetének megfelelően döntesse el, hogy hogyan tudja teljesíteni a fél éves tantárgyakat. Ugye az egyetemen két fél év kötelező testnevelés kurzus van, amit teljesíteni kell a hallgatóknak, de azért ezt azért másképp kell elképzelni, mint a középiskolába. Tehát az egyetemünkön 28 kurzusból több sportág kínálatát is fölvonultatjuk, és ezekből választhatják ki a hallgatók, hogy ők hogyan is és miként is, milyen sportággal szeretnék ezt teljesíteni. És itt jött maga a kihívás, hogy olyan mozgásformákat szerettünk volna beemelni, igazából lehetőségként kínálni a hallgatóink számára, amikhez igazából minimális eszköz és az otthoni környezetben is el tudják ezt végezni, és ugye így esett a választás ugye a kerékpározásra és a futásra, de ettől függetlenül számos olyan opciót elfogadtunk még, amivel teljesíteni tudták a fél évet a hallgatóink. Mennyire volt népszerű ez a kihívás? Ugye említetted korábban, hogy 260-nál is többen jelentkeztek erre. Ez a szám, ez mennyire meglepő, illetve mennyire számít soknak? Összességében 263 hallgató vett részt ebben a versenyben. Én úgy gondolom, hogy ha valamit először csinál az ember, először hirdeti meg, akkor én úgy gondolom, hogy minden egyes szám az már, hogyha valaki elkezdi és beküldi ugye az eredményeket, akkor mindenféleképpen ez egy pozitív oldala, amit elképzeltünk. De maga ez a szám, ez minket is meglepett. Tehát, és ugye szó esett ugye arról is már, ugye, hogy több mint 20 000 kilométert teljesítettek a hallgatóink, tehát azért ez megint egy olyan szám, ami jelzi azért ennek a kihívásnak a kifutását. Azt azért látni kellett, hogy az elején eléggé döcögősen indult, tehát nem úgy jöttek az eredmények, nem úgy küldték a hallgatók, de ahogy haladtunk előre is, és én úgy gondolom, hogy
nagyon jót tett a kihívásnak az, hogy ilyen virtuális célokat tűztünk ki a hallgatóink elé hétről hétre, ahogy igazából eljutottunk az 5000 kilométeres határig, akkor éreztük, hogy kell valami plusz ebbe a rendszerbe, és ugye először csak európai nagyvárosokban gondolkoztunk, hogy virtuálisan a hallgatók által teljesített összkilométerrel el lehet jutni egyes európai városokba, de utána olyan szépen jöttek az eredmények, hogy igazából már nagyobb városok, tengeren túli városok felé is, és ugye hát maga a 20000 kilométer, hát félig körbetekerték a földet. Milyen érzés volt neked részt venni ezen a versenyen? Nagyon jó érzés volt, és mivel körülbelül 7 éve sportolok, így nem is volt kérdés, hogy én ebbe a versenybe részt veszek. Szóval nagyon boldog voltam, hogy részt vehettem, és hihetetlenül motivált engem az, hogy hétről hétre láttam a versenytársaimnak, a többi hallgatónak is az eredményét, hogy hány kilométert tudtak esetleg lefutni, vagy lebicózni. Szóval így ezzel én is tudtam motiválni magam, hogy még jobb legyek, és még több kilométert teljesítsek, és így sikerült teljesítenem 616 kilométert. Azt a mindenit, azért az nagyon szép eredmény. És a kerékpárral egyébként vannak további távlati céljaid, vagy esetleg más sportágban tevékenykedsz? Egyelőre távlati célnak a Balatont körbetekerni egy nap alatt. Nyáron körbetekertük a barátaimmal pár nap alatt, de most az egy nap az új célunk. És hobbi szinten üzem a kerékpározást. A futás volt régen az, amit versenyszerűen csináltam. És hogyha lesz mondjuk a jövő fél évben is ilyen kihívás, akkor arra is jelentkezel? Természetesen jelentkezni fogok már az első pillanatban. Lesz egyébként? Mindenféleképpen tervezük, tehát én úgy gondolom, hogy magák ezek az eredmények, amiket elértek a hallgatók, az egyértelműen arra predesztinálja ezt az eseményt, hogy folytassuk. És ahogy haladtunk előre a fél év során, megpróbáltuk ennek mértékében igazából a díjakat is átgondolni, hiszen ugye a mai napon átadott díjakból azért jól kitűnt, hogy azért volt értelme annak, hogy ezen azon kívül, hogy kurzust is lehetett vele teljesíteni, hogy még motiválóbb legyen ez a hallgatóknak. Értelemszerűen szeretnénk folytatni a következő fél évben is, azt viszont látni kellett, hogy voltak olyan hallgatók, akik a minimum távkitűzésekkel, tehát meg volt határozva az, hogy kerékpározásnál egy alkalommal minimum 10 kilométert kellett teljesíteni, futásnál pedig 5 kilométert. Azt tapasztaltuk, hogy voltak olyan hallgatók, akiknek az edzettségi állapota nem volt olyan, hogy inkább a futás tekintetében, akik tudták volna teljesíteni első alkalommal, így igazából ebben csökkentést fogunk előirányozni, illetve nagyon szeretnénk, hogyha még egy programponttal kiegészülne, ez pedig a túrázás. Kis csoportos túrázásokat tervezünk annak ismeretében, ugye, hogy a jelenlegi korlátozásoknak is megfeleljenek ezek az események, és ezzel igazából szeretnénk a Magyar Kék Túra programban a hallgatóinkat megismertetni. És ugye hát, ahogy már említettük ugye korábban, nagyon-nagyon népszerű volt, és nagyon sok kérdés érkezett a sportközpont irányába a dolgozóink által, akik folyamatosan kérdezték, hogy nem lehetne csatlakozni ehhez a kedvezményezéshez, tehát tavasszal a dolgozóink részére, az egyetem dolgozói részére is meg fogjuk hirdetni ezt a sportkihívást. Beszéljünk egy kicsit arról, mert ugye ha az egyetemi sportéletet vesszük, akkor a versenysportra mindenféleképpen ki kell térni egy mondat erejéig legalább, hogy ott most mi a helyzet? A járvány hogyan érinti ezt a területet? Én úgy gondolom, hogy a versenysport ma Magyarországon és akár a világban, tehát a sorra látjuk, hogy a világesemények maradnak el, nem kedvez ez a jelenlegi élethelyzet a versenysportoknak. Az egyetemi sportok tekintetében, ugye egyetemi országos bajnokságokon vesznek részt hallgatóink csapatsportágokban, illetve egyéni sportágokban. Egyéni sportágokban ugye külső helyszíneken zajlik a hallgatóknak a felkészülése, még a csapatsportágoknak az egyetemeken. Mivel ugye a hallgatóink nagy része, mi a kollégium bezárást követően ugye hazaköltözött, nem tudott itt maradni Kecskeméten, így igazából ezek a versenysportedzések is abba maradtak.
Azonban az Egyetemi Országos Szövetségnek az állásfoglalása az, hogy ő nem szeretné korlátozni. Tehát azok az egyetemek, akik a párosításokat az egyetemi bajnokságban lekívánják játszani, őnekik lehetőséget adnak a korlátozó intézkedések mellett, tehát zárkapus mérkőzések mellett. Igazából jelen pillanatban azt tervezzük, hogy ezt hogyan tudjuk és milyen idősávban tudjuk megvalósítani a hallgatóinkkal, hogy fel tudjunk készülni ezekre az eseményekre. Milyen terveitek, céljaitok vannak még a jövőre nézve? Amióta a sportközpont ebben a formájában működik, én úgy gondolom, hogy egy nagyon innovatív és tényleg minden területet kielégíteni próbáló szervezeti egysége lett az egyetemnek. Már rögtön a megalakulás után, augusztus végén ugye az egyetemi dolgozóknak szerveztünk egy piknik nevezésű eseményt, ahol igazából a sport és a főzés volt terítéken. De szeretnénk nyitni még jobban, igazából nem csak az egyetem dolgozó irányában, hogy őket is mozgásra bírjuk, és ők is aktív részesei legyenek, egy aktívan mozgó egyetemet hozzunk létre, hanem igazából szeretnénk nyitni a Kecskemét város lakossága irányába is, akár sportesemények szervezésével, illetve a kecskeméti vállalatok irányába is, hiszen egy olyan sportolási lehetőségek vannak az egyetemünkön, akár ugye a labdarúgópálya és környéke olyan, ami ugye 2020-ban újult meg, olyan lehetőségeket, hogy akár egy vállalati sportnapot is meg tudunk rendezni az egyetem területén. Tehát nagyon sok ötletünk van, nagyon sok célunk van, amiben szeretnénk minél jobban helytállni még ebben a nehéz időszakban is. Én jó egészséget és sok sikert kívánok mindezekhez a célokhoz és az egyéni életetekben és a céljaitokhoz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Enni adok doboz, kupakgyűjtő szívek és ételosztás. Izsákon mindig is nagy szerepet kaptak a jótékony kezdeményezések, melyek listája folyamatosan bővül. Ma például a helyiek összefogásával több mint 70 adag ételt osztottak ki a rászorulóknak. Ma reggel még tele volt ez az úgynevezett enni adok doboz, amit nemrég helyeztek ki erre a falra Izsákon. A doboz lényege, hogy valamilyen élelmiszer lapuljon benne. Más önkormányzatoknál, más településeken már történt ilyen, hogy kihelyeztek egy dobozt, amiben az emberek élelmet raktak bele, és akinek szüksége volt rá, az onnan elvihette. Ez tulajdonképpen a gondoskodásnak a doboza. Ebben az élelmiszerek arra szolgálnak nyilván, hogy azoknak, akik rászorulnak, tudjanak maguknak egy kis élelmet innen elvinni. Ez gyakorlatilag nem ellenőrzött, tehát nincs kontroll alatt, ez az embereknek a tisztességére van bízva. Ugyanakkor nagyon jó látni azt, és jó érzés az, hogy olyan sok gondoskodó ember él Izsákon, akik tényleg hozzák és töltik a dobozt. A doboz mindenki számára elérhető, bárki tehet bele tartós élelmiszert, hogy segítsen azokon az embereken, akik rászorulnak. Neked egy pici odafigyelés, másnak egy étkeztetés. Ez a szlogen azonban nem csak az enni adok dobozra, hanem a több mint 70 adag étel kiosztására is igaz, melyet ma adtak át az arra rászorulóknak. Napjainkban sokszor egy jó szó is nagyon sokat jelent mindannyiunk számára. Mindannyian rászorulunk egymásnak a támogatása, egymásnak a szeretetére, a segítségére. Különböző módon tudjuk kifejezni a segítségnyújtásunkat különböző fórumokon. Van napon, amikor megvendégjük Önöket, akkor fogadják olyan szeretettel és tisztelettel, ahogyan készültünk erre a napra. Kívánom, hogy fogyasszák jó étvágyal, és ne felejtsék el, hogy Önök is tehetnek jót. Bajkó Zoltán izsákváros plébánosa ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az ételosztást, mely a helyiek összefogásának eredményeként jöhetett létre ma délután. A rászoruló családok paprikás krumplit kaptak házi kenyérrel. A család segítő szolgálatnak megvan a listája, mert ők ezekkel a családokkal nem először találkoznak, folyamatosan gondoskodnak róluk, és ez alapján, a lista alapján történik a szétosztás. Egészen biztos, hogy nem ez volt az első, és nem ez lesz az utolsó.
A karitatív kezdeményezések listáján a novemberben kihelyezett kupakgyűjtőszívek is szerepelnek, melyek a jótékonyság mellett a környezetvédelmet is szolgálják. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Március 1-ig maradnak a jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások. A csütörtöki kormányinfon jelentette be Gulyás Gergely kancellária miniszter, hogy a járványügyi adatokat figyelembe véve döntött a kormány a határidő meghosszabbításáról. Több mint 20 ezer kilométer teljesítettek a Neumann János Egyetem hallgatói az intézmény őszi sportkihívásán. A legjobb eredményeket elért fiatalok ma délután kapták meg nyereményeiket. Ideiglenesen konténerpostát állítanak fel Kadafalván. A megszűnő postai szolgáltatás helyettesítéséről Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester számolt be Facebook oldalán. A végleges hely kialakításáig a templom kertjében intézhetik ügyeiket a lakosok. Csalók az MVM Next nevében a gáz- vagy villanyszámlára hivatkozva félrevezető e-maileket küldenek, és így próbálnak személyes adatokhoz jutni az internet használóktól. Több jótékony kezdeményezés is zajlik Izsákon. Ma a helyiek összefogásával több mint 70 ételt osztottak ki a rászorulóknak, de nemrég kihelyeztek egy enni adok dobozt és két kupak gyűjtőszívet is. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap este is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!